A Zakva Esze három korosztályának képviselői szálltak medencébe az országos vízilabdabajnokság legutóbbi fordulójában. A keleti csoport alsóházának meccsein a nyíregyháziak a Hódmezővásárhely ellen játszottak, és a három meccsből kettő hazai győzelemmel zárult. A gyermekkorcsoportban 15-2-re, a serdülőknél 12-5-re nyert a házigazda, az ifiknél viszont a vendégek örülhettek 19-6-os sikerüknek. A gyerekmérkőzésén azt gondolom, hogy papírforma volt. Jól is játszottak a srácok, és már az elejétől kezdve domináltunk. A serdülőmesnél viszont nem volt annyira papírforma, úgyhogy meg is lettek a srácok, hogy ennyire beleálltak a mérkőzésbe. Most az előző fordulóban már megmutatták azt, hogy igenis képesek olyan játékra, hogy győzelmet érdemeljenek, és szerencsére most is beigazolódott, hogy most is képesek rá. A serdülő csapat 5-5-ös félidő után nyert 12-5-re. A szakember egyaránt örült a második játék részben lőtt 7 gólnak és a kapott gól nélkül lehozott utolsó két negyednek. A vízilabda az egy csapatsport, és én igazából mindkettőnek örülök, hiszen a kapustól kezdve a centerig mindenki kiveszi a részét a győzelemből. Az, hogy így sikerült kijönnünk a szünetből, a félidőből, az nagyon szuper, és erre lehet építeni. Mint az Egyesület elnöke elmondta, nagyszerű körülmények között tudnak dolgozni, és a sportágat népszerűsítő programoknak köszönhetően sokan szeretnének vízilabdázni. A tervek szerint ősszel már felnőtt csapata is lesz az Akva Esélynek. Nyíregyházán új lökést adott nekünk ez az új létesítmény, ami azt jelenti, hogy a toborzásunk sokkal könnyebbé vált azzal, hogy benn vagyunk a városközpontban, sokkal több gyerek és szülő talál még minket, és ezáltal sokkal nagyobb bázisból tudunk meríteni olyan tehetséges gyerekeket, akik úszástudással rendelkeznek, és a vízilabdát választják, vagy túlmenően, hogyha azt nézzük, hogy az úszás oktatással is foglalkozunk, és onnan építjük fel a rendszert a nulláról. Az IFI bajnokságot befejezően mi utánpótlás nevelésben gondolkodva nem terveztük, hogy most felnőtt csapatot indítunk, de egy pár perccel ezelőtt kiöregedett IFI játékosok nyíregyháziként említették és kérték a segítségemet abban, hogy OB2-es csapatot szervezzünk, és jövő szeptembertől indítsuk el. Most ennek a szervezése, ennek apropóján elkezdődött, reméljük, hogy a nyíregyházi tehetségekből, akik már kinőtték ezt az ifjúsági korosztályt, lesz rá lehetőségünk OB2-ben indítani ebbe a sportuszadában az Akva Sportegyesületen keresztül csapatot. A három korosztály együttesei a jövő hét végén Balatonfűzfőn a Balatoni Vízilabdaklub csapatai ellen szállnak majd medencébe. A bajnokság június 5-én ér majd véget.